Ennél az asztalnál a pénzzel foglalkoztak, és alapvető pénzügyi ismereteket hallgattak a diákok a Széchenyi tanulóktól. Míg a terem másik felében programokat írtak, majd robotbemutatót tartottak a középiskolások. A rendezvényre a 20 kiállító mellett 800-900 diákot vártak a szervezők. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola első alkalommal rendezi meg a pályaorientációs napját. Közel 20 látogató, bemutatóra számítottunk, és hál' Isten meg is jelentek. A szakképzési centrum szinte az összes középiskolájával jelen van ezen a programon. A kereskedelmi és iparkamara, az agrárkamara képviselteti magát, a Marsó Kft. A cégek közül, a Michelin Hungária Kft. Jelent meg. A honvédség, a rendőrség, a mentőszolgálat is bemutatót tartott. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola székhelyi intézménye itt a Virág utcán teljes létszámban első osztálytól a 8. osztályig, illetve a Vécsei Károly tagintézményünkből is nagyon sok osztály érdeklődő tekintette meg a mai nap ezt a programot. A rendezvény egyik célja az volt, hogy az általános iskolások minél hamarabb megismerkedjenek az őket érdeklő szakmákkal. A középiskolák és a helyi vállalkozások pedig betekintést nyújtsanak az egyes szakmák rejtelmeibe. A itteni diákoknak szeretnénk bemutatni azt, hogy a szoftverfejlesztők mi az, aminek a segítségével tanulnak szoftvereket készíteni. Többek között az Appi Mentort mutatják be a diákjaink, hogy hogyan kell egy telefonos appot készíteni, androidos appot. Nagyon egyszerű elkészíteni ezt, és a fantáziájuk szab határt annak, hogy milyen appokat készítenek. Ezen kívül hoztunk bemutatni kis robotokat, amelyek szintén segítenek abban, hogy a programozást megtanulják a diákok. Tavaly november óta van egy robottervező, építő és programozó szakkörünk, ahol megtervezzük a robotot, 3D-s nyomtatóval kinyomtatjuk, utána összerakjuk és felprogramozzuk, és ez abban segít a diákoknak, hogy nem csak a képernyőre kiír egy üzenetet, hanem látja azt, hogy ha átírtunk a programban egy sort, akkor jobbra fordul a robot, ha megváltoztatjuk, akkor balra fordul a robot, tehát sokkal kézzelfoghatóbbá teszi a programozásnak a tanulását. A diákok inspirációt és lendületet kaphatnak a szakmákba való betekintéstől, ami a szervezők szerint azért is fontos, mert így megalapozottabban tudnak majd 8. után középiskolát választani, és ezáltal sikeresebbek is lesznek a továbbtanulásban, ahol akár más saját projekteket is vihetnek. Ugye a közgazdasági létnek az egyik alapvető eleme a vállalkozás, a vállalkozói szellem. Ezért alapítottuk a diákvállalkozásunkat, a GEM nevű egyesület keretében. Ők lehetőséget biztosítanak nekünk arra, hogy egész évben működjük, mint egy rendes vállalkozás. Egy effektív jogi keretet adnak nekünk, és így diákként tudunk úgy működni, hogy az összes jogi procedúrát, amit egy rendes vállalkozás életében kellene megtennünk, lehetőséget kapunk, keretet árulhatunk, termelhetünk, jelentéseket kell készíteni, könyvelnünk kell, és minden egyéb ilyet. A szervezők elmondták, az iskola további célja az volt a rendezvénnyel, hogy a tavaszi és őszi pályaválasztási időszak mellett folyamatosan a diákok figyelmébe ajánlják a rájuk váró lehetőségeket.